is egy vlog videó lesz, méghozzá megint egy Forma 1-es futam. Bocsánat, egy kicsit össze vagyok, mert be van a fogszabályzom. Szóval ő itt Ági, már szerintem láthattátok videómban. Lesz egy átszállásunk Amsterdamban, és akkor utána az első állomásunk az Kuala. Szóval az első állomásunk Malajzia lesz, utána pedig onnan megyünk a következő futamra tovább, Japánban, majd jelentkezünk. Szóval megérkeztünk Amsterdamba, és itt kellett várnunk összesen 4 órát, szerintem ebből még 2 van, kb. 2,5, valahogy így. Itt dögünk. Szia, Ági! Itt vagyunk még mindig Amsterdamban, és megérkeztek a kis társaink. Itt van vele még mindig ugye Ági, ő Eva, akit már láthatod, és Gája. Megérkeztünk Malajziába, már lecsúcsoltunk a hotelbe, ami egy Holiday Inn, és gyönyörű egyszerűen. Konkrétan annyira meleg van, meg kb. Tényleg sosincs olyan rossz idő. Nincsenek is falai, kb. Ott a hotelnek a recepciónál zseniális, gyönyörű az egész. Most is szerintem ilyen 30-33 fok van, és eljutunk egy olyan részre, ahol egy csomó ilyen kis bár, meg étterem, meg ilyenek vannak. Reggel 6 van, legalábbis itt, azaz otthoni idő szerint ugye éjfél múlt, és hát picit így nehéz ugye így felkelni, mert még nem állt át a kis szervezetünk, de mindegy, most van a tréning napunk, megyünk ki a pályára, csak még megreggelizünk itt a hotelben, de egyébként nagyon durva a hotelünk, de gyönyörű, egyszerűen csodálatos. Nézzetek ilyen... Kicsi Jacob, mondd el az érzéseidet a versennyel kapcsolatban. Jó vagyok, köszönöm. Jó, akkor majd zenei aláfestést teszek ehelyett. Jó, hogy ne haladszok. Ne tegyél fel. Úgy is felfoglalk. Szia! I don't want anything left untried. Will you come with me, mom? Jó reggelt, szóval itt vagyunk a pályán, éppen készülődünk most már, mindent elrendeztünk tegnap, nem tudom, hogy ezt már korábban elmondtam el, de az a lényeg, hogy tegnap 4:30-kor keltünk,
este 11:40-re értünk haza, és folyamat dolgoztunk magas sarkúban. És most átsövettem a laposat. Te átvetted? Nem. Kemények vagyunk, mint a kátszélek. Így kell beauty videót csinálni. Igen, mondd, hogy milyen terméket használsz. A Make Up Forever-nek használom ezt a mini változatát, mert hogy utazni is sokat utazol. Így az utazó változata nagyon-nagyon-nagyon bejött. Átöltözünk a pakolós ruhából a kis piros rucinkba. Aztán kezdjük a napot. Mikor zárunk ma? 7. 7. Az azt jelenti, hogy kb. Itt leszünk ugyancsak 10-ig. Képzeljétek el, hogy megvolt a futam, kemény volt ez a 4 nap, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk és nagyon-nagyon elfáradtunk, de ma végre szabad napunk van, ma meg holnap, meg talán szerdán is úgy a nap 80%-a meg lesz. Úgyhogy képzeljétek el, most eljöttünk egy ilyen bird parkba, ahol hát még nem jártuk be az egészet, körülbelül meg csak 3 perce vagyunk itt, de rengeteg gyönyörű madár van, úgyhogy most itt vagyunk, aztán még egész nap mászkálunk a városban. Oh, azt mondom. Hogy érzed magad, Ágnes? Jó. How do you feel, Eva? Excited. Oh, we are at the bird park. Let's go. Where is Gaia? Gaia. There is just there. Yeah. Úgy néz ki, mint egy Victoria's Secret készült egyébként már egy ilyen nagyon jó kis képem is az Instagramra, amit nagyon szeretek, ahol ilyen feszített víz tükrűmerence volt. És most ugyanott vagyunk, csak az étterem részénél, és egyszerűen gyerekek, olyan a kilátás, az 51 vagy 59. emeleten vagyunk, most hirtelen nem emlékszem, de egyszerűen nézzétek, gyönyörű. Most gondolkodtam el azon, hogy ugye itt vagyunk az 51. emeleten, és ugye feltettem pár nap, tegnap egy Insta story-t arról, amikor először voltunk itt, hogy amikor liftben voltunk, ugye ott voltak a nyomógombok, és hogy úristen, mennyi van. És képzeljétek el, hogy én akkor még nem vettem észre, de most írt valaki direct message-ben, hogy milyen érdekes, hogy hiányzik a 4-es szám a lift gombokról. Tehát a, mit tudom, a 4, 14, 24, stb. Olyanok már működnek, vagy mennek, hogy mit tudom én, 41, igen, 41, 42, stb. Tehát az jó. És tényleg észrevettük, és most ugye itt ülünk még mindig, és megkérdeztük az egyik pincét, és ő mondta, hogy náluk a 4-es szám az a halált jelenti, meg ilyen tehát rosszat hoz, tehát a full rosszat, és hogy ezért ugye kihagyják ezeket az emeleteket, vagy ezeket a számokat. Gondolom egyébként biztos így csinálják a szobaszámoknál is. Na sziasztok! Az van, hogy nem sokára jön értünk a busz, ami kivisz minket a repülőtérre, és ugye innen Malajziából megyünk tovább Japánba. Aztán most meg bepakoltuk a bőröndünket, úgyhogy most itt várunk Ágikámmal, aki ott van. Ági, mosolyog már, légy szíj egyet nekem. Várjál. Szóval, ja, várjuk a buszt, és megyünk Japánba. Ezt te futóztad? Igen. Jaj, majd megérkeztünk Japánba. Te mandulat, én szója mértelt értem. Tök jó, egy kis kártyák vannak a Starbucksban, hogy ezzel lehet kérni, ugye, és elkészült. Végre! Ja. Good morning! No! How
much money I get? Oké, sziasztok, szóval az a lényeg, hogy itt vagyunk a bejáratnál, nekem most itt van a pozícióm, és most pakoljuk tele a kis deszkünket, majd aztán átöltözök egy kis piros ruciba, vagy átöltözök egy kis piros ruciba, és igazából itt fogadjuk az embereket. Itt ezeken a kapukon mutasd meg, hogy mi érzik, hogy itt mennek be az emberek. Nyugodtan mutasd meg a kapukat. Nyugodtan megmutatom. Szóval itt dolgozom most, és itt van velem a my lovely security guy Roman. So, hello. Can you tell us a few sentences about yourself, please? About myself? Yes. He's nice, self-confident. Handsome. Yeah. Handsome, whatever. And so polite. Yeah, that's true. Yeah. And we always make a bet, but I don't want to any other information. No, you can talk. We can talk about that because you lose every day. No, it's not true. He's a liar. I never lie. What? I lose every day. Yeah. Why do you? I don't know, because you say it will be. Yesterday you say no raining and no rain, and the day before you say no rain but it rains. So. It's not true. So okay. See you later. See you next time. Bye bye. So my money. I don't get money for this. How many followers? 35,000. Jó, még én is, mert reggel van, és mi nézek, mint egy borz. Szóval az a lényeg, hogy itt vagyunk a staff tentben. Itt kezdünk ugye, meg itt végzünk ebben minden nap. Itt reggelizünk, itt vacsizunk, itt ebédelünk, meg minden. Ma van az utolsó nap, és egy 10-es skálán mennyire vagy fel? Ilyen erős százzer. Erős százzer. Igen. De egyébként egy tök jó futam volt. Nekem jó volt, hogy Nekem jó volt. Mert... Sziasztok, gyorsan csinálunk egy vlog videót. Képzeljétek el, hogy itt vagyunk Elinával. Tudjátok, a legjobb barátnőm. Végre megláttam. Igen, mert ő a Mercibe dolgozik, és soha nem találkozunk. Soha nem látom, hogy se otthon, se itt, se sehol. Hogy vagy? Nagyon jól fáradtam, igazából pont most járt el a szülőnöm, úgyhogy rohannom kell vissza. Nekem is, és meg kell csokolnom az iPad-eket, szóval szeretnék tudni. Jön ma! Sziasztok! Hogy jó legyen! Hogy nézzétek, itt van egy ilyen asztal, és ezen egy nagy csomó nyeremény van, és úgy van, hogy néztek egy ilyen kis cetlit, hogy felakasztottak egy ilyen kis beget az ajtónkra, amiben van egy ilyen dolog, amiben van egy ilyen kis jegy, amit lehozhattunk, és akkor, hogyha odaadtad, akkor megpörgetetted azt a... megpörgetetted. Eva, let me show the... és az a lényeg, hogy azt megpörgethetted, és hogyha kijött belőle egy megfelelő színű, nem tudom, milyen golyó, vagy hogy volt, akkor nyertél valamit. Én elfelejtettem lehozni ezt a kis tiketemet, mindegy, majd talán később, hogyha visszajöttünk, mert most elmegyünk vacsorázni. De hogy nagyon-nagyon cukik, és... I won an amazing bandana! For your dad? Huh? For your dad or for yourself? Not for me. Nice, 24. Na jó, srácok, szóval nem sok minden látszik ebből az egészből. Talán az a pici tábortűz, meg talán a hold. Az a lényeg, hogy itt vagyunk az utolsó napon, holnap utazunk haza. És ma van a születésnapom. És olyan aranyos volt mindenki, meglepte. Közösen tartottuk a születésnapunkat egy másik itt dolgozó lányjal, és megleptek minket egy ilyen tábortüzes dologgal énekeltek, meg kaptunk egy pesgőt, nagyon rendesek voltak, és soha nem gondoltam volna, hogy a 23. születésnapomat a japán tengerparton töltöm.
vagyok ilyen nagyszerű emberekkel, és hogy többet kapok tőlük, mint a saját anyámtól, és hogy ez annyira meghatott és jól esett, szóval ezekért a pillanatokért érdemes élni, szerintem. Amsterdamban megyünk hazafele, most már nem sokára otthon vagyunk, csak volt egy ilyen 6 órás átszállási időnk, és akkor bejöttünk a városba itt Evával. Hi! És Ágival. És Zolánnal, aki eltűnt. Na mindegy, szóval. Igen. Szóval az a lényeg, hogy most poklászunk egy kicsit, meg elmegyünk. Kurva! Eva! What did you say? I don't know any other words. So I know. Oh wait, Kusi? Kusi? Yes. Kusi now? Sia? No, I don't know. Kazin Na mindegy, szóval most ez a helyzet, aztán most már tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevés távolság és idő választ el minket a kis otthonunktól, aminek már nagyon-nagyon örülünk. Srebinek ma egy 36 órás születésnapja van. Jó, igen, nem sok mindenkinek van. Igen, képzétek el, hogy a repülőn ugye meglettek, amiről szerintem videót is csináltunk, ilyet csináltunk. Meg fú, tegnap a tábor tűzve minden, úristen, nagyon-nagyon jó volt. Szerintem ez életem egyik legjobb születésnapja, right, Eva? Right? What? Am I right? Uh-huh. Yes or no? Super right. Yes. Yes or no? How did you say yes again? Igen. Is every ocean